Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy teli hold üzenet. Június 14-én teli hold van, és az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben van, és így a nap teljesen meg tudja világítani a holdat. Az indiai asztrológusok mindig úgy közlik, hogy egy teli hold szerencsét hoz, hiszen megvilágít valamit. És pontosan erről van szó, mit világít meg ez a jelenlegi teli hold. Ez a teli hold Antares csillag hatása alatt áll. Antares csillag az egy királyi csillag, és lefordítva azt jelenti, hogy Ares ellen, Ares ellensége. Ares pedig a háborúnak a királya. Tehát ez az Antares hatás, ez a háború ellen van. Tehát valaki szeretné azt, vagy mi, a népség szeretnénk azt, ha béke lenne, nem csak Európában, hanem az egész világon. És milyen üzenetet küld számodra most ez a teli hold, mi történik az életedben? Te állsz most a középpontban. Mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Rendezni fogod az anyagi dolgokat. Lesznek beszélgetések, lesznek szerződések, és itt az anyagiakról van szó. Te már a múltban bebizonyítottad magadat. Most nem kell ez az erőfeszítés, inkább légy visszahúzódó, és hagyd, hogy minden úgy magától rendeződjön. Nagyon fontos az otthonod, valami változik a családban. Ez lehet egy látogatás is. Lesznek utazások, lesznek külföldi kapcsolatok, ez kihathat a szerelemre. Ez a külföldi kapcsolat lehet internetkontaktus is. Ami az élet erőt illeti, be kell fektetni bizonyos hivatalos dolgokba. Nem mindenütt, de előfordulhat valakiknél, hogy itt bírósági ügyről, egy örökösödési ügyről van szó. Ahol nagyobb változások lesznek, az a párkapcsolat, ami kihat a sors utatokra. Vagy van egy találkozás, amikor a sors utatok kereszteződik. Június 15-én, tehát a teli hold után, a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel van a földünkhöz. Ez kivált bizonyos energiamezőt, én ezt úgy szoktam mondani, itt a Lilith energiáról van szó. Ez jelenti a mi álmainkat, vágyainkat, és ez az álom megvan, mivel a hold közel van a földhöz, és az jelenti a reális dolgokat, akkor ez azt közli velünk, egy álom megvalósulhat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!